Reggel még nem fújt a szél. Legalábbis nem ennyire. Ez a rohadt nap is. Kivágítja a szememet. Még szerencsé, hogy hoztam napszemüveget. Jaj. Utána néztem ennek a telefonnak, amit akartam. Amúgy ez a Motorola Delphi Plus. Nem tudom, mit kell lemondani. Nem biztos, mert többen is máshogy mondják. Defy, vagy valami ilyesmi. Ja. Hát néztem meg, hogy milyen felbontású videókat csinálnak, és semmi ilyesmit nem találtam. Meg gondolom, nem ilyen szempontból készült a telefon. Inkább ez a strapabíró feelingje van. Ugye, hogy ütés, por, meg karcáló. Aztán ez alapján, meg az akkumulátor ugye, ami nem rossz, mert elvileg ilyen 3 napig lazán bírja. Ami tök jó. Az ennyi mélyet ezt naponta tölteni kell. Ezt alig használom. Ezt néztem a felbontását. A felbontását a kamerájának, ez nem így. Annyit írt, hogy VGA. Hát most ez mi? Most az ilyen 320x200 valahányos felbontás, nem? Én úgy tudom. Vagy az azt jelenti, hogy akkor a videó felbontása mind a képernyőnek? Vagy most az mi? Mert én be tudom ezt is állítani végig a kamerára, azt az ilyen rohadt alacsony minőségű felbontású videót készít. Azt mondják, hogy 30 fps. Az jó. Az ennyi mély szerintem max 24 fps-sel veszi. Hogyha fényesség van, mint például most, még ez se 30 szerintem. Pedig elvileg ennek is tudnia kéne, ahhoz be lehet állítani. Hát van egy ismerősöm, annak van egy ilyen telefonja, azt kérdeztem meg, hogy akkor az most mi. Kíváncsi leszek rá, mert amúgy tök jó, hogy bele lehet menni a vízbe vele, meg mit tudom én. Aztán 1 méter mélységig ilyen 30 percen keresztül simán rögyküheted víz alatt. Semmi olyan nem lesz. Kulcsot is karcolgathatod rajta. A kulcsot? Na, képernyőt is karcolgathatod a kulcsa. Semmi olyan nem lesz. Az jó, mert én nagyon béna vagyok. És egész jó állapotban van ez a telefon is. Egyetlen egy karcolás van rajta. A képernyőjén. Azt sem tudom, hogy csináltam. Meg a sarkain vannak kopások, mert már a betonra 2-3-szor leejtettem. Aztán csak egy ilyen újrahasznosított műanyagból készített szírszar ez. Azt meg ilyen izékről ejtegetik le, ilyen 5 méterekről, aztán semmi olyan nincsen. Úgy marha jó lenne vele olyan, hogy kimegyek a szakadó esőbe, azt ott izé videózgatok. Én akartam mindig csinálni, meg kint császkálni az esőbe, csak mindig attól féltem, hogy elázik a telefon. Basszatom. Szárítottam ki 2 napon keresztül. Az volt el már nekem telefonom. A Sony Ericsson volt. Azt nem is tudom, bele lett ejtve a kádba. Aztán még egy ilyen fél napig ott hevert a radiátoron. De ugye nem volt ütés, csak így ott hevert, aztán nem volt szétszedve semmi. Aztán szétszedtem. Mennyiségemben szóval nem én ejtettem bele. És utána ki lett szállítva, mert mindig tökéletesen működött. Valami savszerű dolog szétmarta a képernyőjét. Csupa
korc, meg minden, de mindig működött. Na mi van már? Éppen készülök menni valami csoki fesztiválra be a városba. Haj, de sok ember lesz ott! Azt is, hogy nem egyedül megyek. Meg is halnék. Az a baj, nem ittam eleget hozzá. Elfogyott a bor. De most már jöhetne amúgy. Most törtem ki a nyakam. Szép a fal textúra. Ezt csak most figyeltem, hogy itten tükröződik. Én már itten veszegettem. Itten. Lehet, hogy ezt meg a tükörképen benne van. Mindegy. Láttatok ti már hülye fejjel. Olyan mikor lesz megint eső? Nem tudom, hiányolnám, mert múltkor egy hétig esett. Király. De most már tényleg jöhetne. Madászor. Vagy mi az? Elkent madászor. A témában áttértem a madárszarra. Nagyon jó. Meleg van. Aki már most nem tetszik. Mi lesz itt nyáron? Azaz. Akkor fogok mindig megtaláljuk a számot. Szél. Ó, mindegy. Nekem mindegy ez az elköszönés. Általában.